Szent segítségével ugye megnyitottuk itt a Popák üzletet, amiben ugye egy egész napon, illetve bocsánat, két-három napon keresztül ugye reggeltől estig lehetett vásárolni, fix adományokért minden 500 forintba került. A kezdeményezés, ez a glamour gardrób frissítés, amit mi évek óta csinálunk. Az eredeti ötlet az az, hogy ugye egy kicsit a környezet tudatosságra próbáljuk felhívni a figyelmet, tehát ez az alaptörténet. A lényege az az, hogy mindenki egy csomó ruhát vásárol, és egy csomó ruhát utána nem volt. Ezeket érdemes, hogyha ezeknek új gazdát keres, tehát a sikkesebb ökolábnyomot próbáljuk promotálni a glamour olvasóinak. Jönjük észre, hogy a parálvazós és a hajó vagy lekötőt kaptam, ami itt fog majd fogni a hajóban. Három napra megnyitottuk a glamour gardrób frissítés üzletet, ahol lehetett vásárolni, és mindent el lehetett vinni, egy 100 forintos adományért. És akkor itt jön be a parasportolóknak a támogatás, ugye, hogy azt gondoltuk, hogy idén az olimpia évében ki másnak adhatnánk az összegyűjt adományokat, mint sem a parasportolóknak, akik mindig kevesebb figyelmet kapnak, és ugyanolyan eszközigényük van egyébként, mint az épp sportolóknak. Kézdi Réka vagyok, paraúszó, és egy versenyteszt kaptam. Ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan paralimpiai ciklus indul 2020-ig, amelyikben a magyaroknak különösen komolyan kell szerepelniük és jelen lenniük, hiszen egy év múlva 2017 őszén arról fog dönteni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy hol rendezi meg a 2024-es olimpiát és paralimpiát, és természetesen arra készülünk mi paralimpiai csapat, mi paralimpiai bizottság, sőt ezen dolgozunk a háttérben, hogy 2024-ben Budapestre jöjjön az olimpia és a paralimpia, és ehhez már a 2020-as ciklusban is nekünk komoly eredményeket föl kell mutatni. Én kifejezetten egy versenyteszt kaptam, ami nem utolsó szempont a fényezet, sajnos nem két figyelbe kerülő holmik, és nagyon fontos a versenyzéshez. Riói szereplése alkalmas versenyhajóhoz majd ezután jutok. Elméletileg a jelen állás szerint kibérelni fogjuk a hajót, én is nekem csak egyetlen egy hajó van, a szövetségi hajó. Tehát, hogyha ezt júliusban így kivisz, akkor így egy másfél hónapig így nem tudnék miben nevezni, annyira nem jó felállás, így arra én kialőtt. A Bianca vagyok, paraúszó, és egy versenyhez kaptam. Magyarországon azért még elég gyerekcipőpedőjára a fogyatékban élőknek a megítélése, ahhoz eljutott viszonyulás, és ugye ennek kapcsán ugye a sportokhoz való viszonyulás, a figyelem megadása, és azt gondoltuk, hogy ebben is egy edukációra szólunk még a társadalomnak. És mondjuk Baromféke vagyok, 100-tól 400-ig versenyzek, és távolító vagyok. Azt gondolom, hogy én felkészülve szeretnék kimenni, és akkor onnantól kezdve az egyéni csúcsal. Az a főcím.